és Rebecca Shearer aktív gyülekezetbe járunk. A tizedfizetés azonban régebben más kérdés volt. Pontosan azt gondoltam, hogy az a szokás már eltűnt, hogy akármennyi is van a zsebedben, add oda. Nem, annyit adj, amennyit szeretnél. Érezték, hogy többet kellene adniuk, de nem tették meg. Úgy éreztem, fizetésről fizetésre élünk, alig tudunk kijönni, és nem tudjuk odaadni azt a 10%-ot. Volt néhány nem túlságosan észszerű kiadásunk, például bútorszámlák és más ehhez hasonló dolgok. Ezek miatt pár százezres adósságba kerültünk. Nem tanulták meg, hogyan bízzák Istenre pénzügyeiket. Még mindig azt gondoltuk, hogy a pénzünk a miénk, nem Istené. A házaspár gyakran küzdött, mivel nem tudták, hogyan kerüljenek ki a pénzügyi csapdából. Mindig elmondtam a férjemnek, hogy mire lesz szükségünk ebben a hónapban. Elég pénzünknek kell lennie erre és erre és erre. Ő pedig azt mondta, hogy nos, nincs annyink. Ezen a ponton kezdtünk el vitatkozni. 2005-ben gyülekezetet váltottak. A Biblia üzenete arról szólt, hogy az életünkben mindent adjunk át Istennek. Ne csak a tizedet, hanem az imáinkat is. Arra buzdítottak, hogy neveljük a gyermekeinket az Úrban, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy Isten emberei vagyunk, és őt kell képviselnünk a világban. Gyökeresen változtatnunk kellett. Behívtuk őt az anyagi életünkbe azzal, hogy rábíztuk magunkat. A házaspár elkezdte fizetni a tizedet, és azt tapasztalták, hogy Isten elkezd munkálkodni a pénzügyeikben is. 30 nappal azt követően, hogy elkezdtük odaadni a 10%-ot, kaptam egy telefonhívást a tulajdonosunktól, aki azt mondta, hogy Joe, azt szeretnénk, hogy ön legyen az igazgatója a dél-kaliforniai kirendeltségünknek. 6 hónappal később kaptam egy újabb előléptetést. Több pénzünk jutott arra, hogy kifizessük a számláinkat, és nagyon törekedtünk arra, hogy ne adósodjunk tovább. Az évek során folyamatosan odaadták a tizedet, és sikerült lefaragniuk az adósságaikból is. Igazán azt érzem, hogy áldottak vagyunk. Az anyagi életünk rendezetté vált. Magabiztosságot és kényelmet érezhetünk azért, mert tudjuk, hogy Isten továbbra is támogatni fogja az életünket. Isten csak egy dologra mondja, hogy próbáljuk meg őt, mégpedig az anyagi területen. Azt hiszem azért, mert Isten vágyik rá, hogy megmutassa, hogy ő hűséges hozzánk.